Köszöntök mindenkit! <kül> Gyaraki László vagyok, a Ótéres Megoldások csapatának az egyik alapító tagja, és a mostani előadás a múltkori szabad szoftveren bemutatott, kollégám által bemutatott prezentációnak a folytatása. Ótéres a lehetőségek tárháza. Hogy kik is vagyunk mi, a szabad szoftverrel foglalkozunk több éve, különböző szoftvereknek a népszerűsítésében veszünk részt. Az FSF alapítványnak vagyunk az aktivistája, Úr Balázs kollégám, ő Mozilla aktivista is, és mindenféle nyílt forrású programokkal, programoknak a népszerűsítésében veszünk részt, illetve magában az óteresben is, mint fejlesztők, kibak, keresők és különböző feladatokat látunk még el. Maga az megoldások egy alulról szerveződő szabadszoferes közösségi tömörülés volt, egy szabadszoferes rendezvényen állt össze maga a csapat, és nőtte ki magát most már egy vállalkozássá. Honosítás, fejlesztés, üzemeltetés, konzultáció, oktatás ez, ami, ami szolgáltatásaink közé tartozik. Mi is maga ez az óteres, ez egy szolgáltatás menedzsment program hivatalosan, ez a kifejezése, ez egy nyílt forráskódú, webes keretrendszerre épülő program, egy központi számítógépet kell csak futtatni, és mindenki bármilyen böngészővel el tudja érni és tudja használni. AGPL licencelésű, tehát szabadon bárki hozzányúlhat, a forráskód letölthető a github -ról. Rengeteg kiegészítő modulja van, ez egyrészt érkezik magától az óteresnek a, a fejlesztőjétől, és ugye említettem, hogy a szabad szoftver közösségekre épül, van egy óteres fejlesztő közösség is, akik különböző modulokat tesznek közzé az interneten, azzal a célral, hogy minél hasznosabb legyen maga a szoftver. A közösség az nagyon aktív, nincs olyan nap, hogy a github egy commit ne kerülne be a, a, rendszerbe. És ugye említettem még a, az óterest is, a mögötte lévő céget, az óteres ők, akik a Business Solution-t fejleszik tovább. Nagyon sok ötletet ültetnek át, illetve a meglévő üzleti megoldásai közül portolnak az ingyenes verzióban. Magyarországon lassan három éve foglalkozunk ezzel a szoftverrel. Egy egyszerű honosítással indult, és utána, ahogy jöttek a támogatók, az alapítvány is mellénk állt, amit ezúton is köszönünk. Ők adták igazából a legnagyobb lökést, hogy mostantól, illetve hivatalosan egy éve, hogy százszázalékos fordítással rendelkezik maga a szoftver. Nem csak a szoftverre kell gondolni, hanem a teljes dokumentáció is elérhető. A legújabb kiadásra pár napot kell várni, ez az 5-ös széria, 5.0.18 hivatalosan, március 28-án fog megjelenni, és készítettem itt egy kis életfát ennek az ötös ös verziónak. A, ugye látható, hogy a múltkori szabadszoferes konferencián jelent meg, azzal egy időben publikálták ezt a verziót. Amit kiemeltem, mert hogy az OTRS az nem csak főverzió kiadáskor hozza az újdonságokat, kiemeltem azokat a javító csomagokat, amik tettek hozzá plusz funkciókat, és itt külön ki van még emelve a január 19 i 2016-os, ez magyar viszonylatban volt egy nagyon fontos kiadás, ugyanis ekkor importálták, és ekkor ö, igen, importálták azokat a csomagokat, amiket mi fejlesztettünk, hogy a magyar vonatkozásban is teljes értékben lehessen használni az OTR-est. Ekkor jelentek meg a magyar értesítőüzenetek, a keleti névsorrendet ekkor fogadták meg, és ezóta fogadták be, és, és választható ki a rendszerben. Tavaly novemberben jelent meg az ötes, és ez egy javító csomag formájában érkezett. Lényegében egy éves volt maga az ötös kiadás, de látható, hogy azóta is folyamatosan fejlődik. Még a legutóbbi kiadás is, ami ebben a hónapban volt, az is hozott újdonságot. Ötes, ez modulokban jelentett funkcióbővülést integráltak egy naptármodult, ami a hatos os már alapértelmezetten telepítése fog kerülni, aki biztonságtechnikai szakértőként kezeli az óteres és abban kezeli a bejelentéseket, akkor számára jelent meg új funkció, erre majd mutatok később képernyőképet. A különböző kommunikációban történt fejlesztés, kommunikációs csatornákat bővítették ki, illetve úgynevezett előre kész, kész folyamatokat lehet egy gomnyomással aktiválni a rendszerben. Ez az ingyenesben is érvényes természetesen. Említettem a fordítást, ez a tegnapi állapot, ma reggel már két string bekerült, de tegnap este még 100%-on át maga az OTRS, és ezt folyamatosan frissítjük is, tehát azt lehet mondani, hogy állandó, és amit nagyon kiemelnék, hogy az egyetlen nyelv az angolon kívül, ami százszázalékos fordítás jelent. Dokumentáció is teljes egészében és szabadon elérhető, az óteresnek az oldaláról át lehet lépni. Itt most az admin könyvet emeltem ki, ez van ugye legfelül induló képernyőként, de természetesen a a többi modul is, tehát az ITSM is, a fejlesztői kézikönyv is, minden dokumentáció, ami megtalálható fent, az lefordításra került. Úgyhogy én bátran ajánlom mindenkinek. Egyrészt az interneten is böngészhető, másrészt pedig PDF-ben is letölthető, tehát hogyha valaki telefonon vagy táblagépen szeretné magával vinni, akkor az is megoldható, könnyen lehet benne keresni. Említettem, hogy nagyon aktív maga a fejlesztői közösség. Ez a tegnapi állapot, a hibajavító nap általában a péntek, úgyhogy itt elég aktívak voltak a fejlesztők. Nekünk is jó pár bejelentésünket orvosolták, illetve az általunk beküldött javításokat is elfogadták. ez a teljes videó egyébként megtekinthető majd a standunkon, ez kb. egy 20 perces, azt a történetet mutatja be, amikor 2001-ben elindult maga az elkezdték ö, fejleszteni, és azóta ez hogyan fejlődött szépen, végigveszi a videó. És akkor ami a előadásnak a lényege, és itt már konkrét példaképernyőket is hoztam, hogy mire is használható maga az Ugye ez egy szolgáltatásmenedzsment program, aminek az a lényege, hogy kéréseket, bejelentéseket, panaszokat fogad és ezeket lehet benne szakszerűen kezelni. Ez egy naplózó rendszer, auditálható is, és nagyon népszerű Magyarországon is a ügyfélszolgálatok körében. Kezdetekben IT szolgáltatás megoldásokra használták, most már azért bátran kijelenthető, hogy az üzleti folyamatok teljes egészében leképezhetők benne, és végigvezethetők ezek a folyamatok. És akkor itt kapcsolódik ahhoz, hogy, hogy alapesetben vállalati ügyfeleket kezel maga az OTRS. Van egy kapcsoló, amit a ö, ügyfél háttér ö, tárban kell kezelni, beállítani. Ha az értéket nullára állítjuk, akkor lényegében a lakosság ügyfélkezeléshez jutunk el. Maga az óteres az több programot is, háttértárat is tud kezelni, és akkor tetszés szerint ö, ezt a kapcsolót lehet kezelni. Nagyon nagy segítség azoknál a ügyfélszolgálatosoknál, illetve azoknál az ügyintézőknél, ahol Rövid időn belül kell megfelelő gyors tartalmat bevinni a rendszerbe. Ahhoz, hogy segítsük az ő megoldásukat, a fejlesztők tettek a forráskódba egy sablont. Ez a sablon az összes új jegynyitási képernyőn megtalálható, illetve benne a forráskódba, és ami a többi képernyőre is átvihető. Én most az induló képernyőkre képeztem ezt le. A maga példa egyébként egy élő, egy általunk üzemeltetett rendszerben található, aminek az a lényege, hogy az ügyfélszolgálatosok, amikor megkapják a bejelentést, illetve hát fogadják a kéréseket, akkor dönthetnek, ki kellett alakítanunk egyfajta névtelen, anonim bejelentésre lehetőséget, van lakosság és közületi bejelentés, bármelyiket is az ügyfél választja, nyilván az ügyintéző onnantól kezdve fel tudja venni a, a, tartalmat. Ugye itt a névtelenségnél egy anonim technikai fiók kerül be magába a jegybe, tehát biztosítjuk azzal, hogy nem lehet magából a jegyből következtetni, hogy ki volt a bejelentő. Ez egyébként kitehető az ügyfél oldalra is, tehát, hogyha nyilvánosan nem érhető maga az úteresnek a bejelentő felülete, akkor a bejelentőnek nem is kell megjelenni a, az ügyfélszolgálaton, interneten teljes anonimitással be tudja jelenteni a panaszát. A forráskód, ugye egy nyílt forráskódú szoftverről beszélünk, a forráskód rengeteg hasznos tippet tartalmaz, az egyik ezek közül a példa is, a sablongombokra hoz egy konkrét példát, és ezt lehet tovább fejleszteni, nyilván annyival kell növelni ezeket a sorokat, amennyivel szeretnénk. Nyilván ugye van egy kapacitása a képernyőnek, át kell beszélni, hogy mire van szükség, és akkor ezt fel lehet tölteni. A funkciója abban rejlik, hogy magát a szövegdobozt tölti ki tartalommal, erőre definiált űrlappal, és a többi mezőre is definiáltunk értéket, tehát meg lehet adni a bejelentésnek a prioritását ebben a sablonban, a következő jegyállapotot, stb. stb. Tehát az összes mezőre a tartalmat bele lehet kódolni. Egyetlen egy hátránya van ennek a jó funkciónak, hogy ez nem köthető csoportjogosultsághoz. Tehát, hogyha ezt beleégetjük, mi, hogy a forráskódba tesszük, akkor ez mindenkinek meg fog jelenni azon a képernyőn, aki ezt elérheti. Némi továbbfejlesztéssel azért ez kialakítható, aki ért hozzá, átolvassa a forráskodat, akkor némileg azért kivitelezhető az, hogy különböző csoportok ne lássák ezeket a sablongombokat. Ennek egy hasonló változata a sablonmenük, na ez már csoportjogosultsághoz köthető, itt látható a képernyőn is, hogy különböző csoportokat tudunk definiálni, hogy kiknek jelenjen meg ez a menüpont. Ugyanaz az eredmény, mint az előző sablongomboknál, csak itt a fenti jegymenübe tesszük be. Látható is egyébként, hogy ezen a területen a három új telefonos jegysablont hoztam létre, bármelyiket is választja az ügyfélszolgálat, és annak megfelelően fog a tartalom megjelenni az új képernyőn. A magyar munkarend is egy fontos eleme vagy része az óteresnek. Ugye, aki határidőre dolgozik, vannak különböző vállalásai, eselái, akkor nagyon fontos az, hogy a szerződésben foglalt időzónában és a megfelelő munkarendben történjen az elszámolás. Az óteres azt is tudja, hogy a, ami munkaidőn kívül esik idő, azokban az esel a számítás nem megy végbe, tehát hogyha délután háromkor jelentenek be egy ügyet, egy három órás eselával, akkor nem az nap fog lejárni a határidő, hanem a következő tételezik fel, hogy négykor ér véget a, a munkaidő, akkor a következő nap első két óra után fog eszkálódni a jegy, hogyha addig nem zárják le. Ennek a kialakítása látható itt, lényegében be kell jelölni az aktív munkanapokat és a munkaszüneti szabadnapokat, azokat pedig ki kell benne iktatni a felette lévő felsorolással. Innentől kezdve kezelhetők a szombati munkanapok és a áthelyezett pihenőnapok. A főnök vezélőpultja, mi ezt a nevet adtuk neki, a, aki találkozott már Ótéressel, illetve hogyha nézegette már az interneten a, a képernyőképeket, hogy a vezélőpulton az aktuális jegyek, a sürgős jegyek kerülnek kilistázásra az ügyintézőnek a jogosultsága szerint. Nyilván azért a vezetők nem szeretnek ilyen listákban turkálni, számukra egy ilyen élő diagram helyezhető ki, különböző szempontok szerint lehet diagramokat létrehozni. Nagyon egyszerű a beállítása, a statisztika űrlapokban egy... Kapcsolóval a, meg lehet azt határozni, hogy ez a űrlap ez megjelenjen a vezérlőpulton, onnantól kezdve aki a statisztikákhoz hozzáfér, be tudja kapcsolni magának, és a jegyek listázását pedig kiiktatja. Itt nagyon sokféle diagramot lehet létrehozni. Ugye itt a példában egy oszlopot hoztam, lehet vonaldiagram, illetve területdiagram is, attól hogy ki miért szeret. És még ezen belül is lehet csoportban megjelenítené adatokat illetve halmazottan az értékeket. Egy ö, érdekes funkciója az RSS doboz, ez egy hírcsatorna megjelentő. Példaként a az óteresnek a különböző ö, RSS ö, ö, XML állományát állították be, hogyha valaki aktiválja ezt a második hírdobozt, akkor ö, ö, tetszőleges RSS beállítható. Ö, Természetesen egy rss van szó, tehát hogyha valaki többet akar, akkor kell valami háttérmegoldás, ami egyik szemelbe fogja tenni a, a, érkező híreket. Aminek ez hasznos tud lenni, az vállalati környezetben például, hogyha valaki egy belső tudásbázis, egy belső vikit kezel, akkor annak az RSS-ét tudja irányítani hogyha valakinek vannak különböző szakmai blogjai, akkor az ott lévő RSS át tudja irányítani, így a kollégákat nem kell külön értesíteni arról, hogy van egy új cikk, hanem az nekik meg fog jelenni a vezérőpulton. Példaként a saját weboldalunknak az RSS-ét állítottuk be. A hármas verzióban még az úgynevezett dinamikus mezők, amik további szabad adatok bevitelét Engedte a rendszerbe, azok mindig a, a képernyő tetején helyezkedtek el, közvetlenül az adatok alatt, tehát rögtön ezekkel indult. Ez a 3.1-es verziótól az alsó szintre került, tehát az alapértelmezett mezőket kell előbb kitölteni, és azt követően az egyedileg hozzáadott dinamikus mezők jönnek majd sorba. Ha valaki szeretné visszaállítani a régit, akkor megint csak van egy nagyon jó sablon a forráskódban, a példát kell követni, meg kell nevezni, hogy melyik dinamikus mezőt akarjuk feljebb helyezni az alsó szintről, és onnantól kezdve ez beállítható. A dinamikus mezőben tárolt adatok azok továbbra is élni fognak, tehát hogy ott volt beállítva alapértelmezett érték, vagy valamilyen megkötés, szűrés, akkor azok továbbra is megmaradnak, ez kizárólag csak a felületen való sorrendben fog változtatást biztosítani. A sérülékenység azonosítás is most már automatikusan kiemelődik az óteresben, hogyha érkezik egy bejelentés, amiben vannak különböző azonosítók, akkor ezekre lehet leképezni szabályokat, ez egy egyszerű szövegben való szűrés, és ezekhez az értékekhez lehet honlapokat hozzárendelni. Egy példát hoztam én is, ezt a hub.hu weboldalról egy cikket beküldtünk a rendszerbe, amiben voltak különböző azonosítók, ezeket felismerte az óteres, és hogyha a kigyűjtött a kigyűjtött területen rámutatunk az egére az adott azonosítóra, akkor a hozzá Rendelt űrlapot meg fogja jeleníteni egy kis képernyőn, egy betekintőben, és ha tovább szeretnénk menni, akkor lényegében erre a betekintőre kell kattintani, és már is tovább olvashatjuk a, a szakmai leírást. A, ugyanez működik az IP címeknél is. Az IP címeket is ki tudja keresni a, a bevitt szövegtartalomban, külön kiemel egy dobozban, és annak egy eredménye, látható, hogyha rámutatunk az adott IP címre, akkor jelezni fogja, különböző weboldalaknak a tartalmából kikeresi, hogy az adott IP cím az biztonságos vagy nem biztonságos. Az előző dia és a mostani is leginkább az információ biztonsággal foglalkozó szakembereknek nyújt segítséget, mind a kettő megtalálható az ingyenes útéresben, csak aktiválni kell természetesen. Két nagyon fontos funkciót emelek ki az alapbeállítások közül, egyik sincs aktiválva, viszont nagyon hasznos. Aki ügyfélszolgálaton dolgozott és kezelt már különböző bejelentéseket, az otrs az ilyen ügyintézőket úgy hívjuk, hogy jegytulajdonos, tehát az ő nevén csücsül ez a jegy, neki kell ezt kezelni. Hogyha második szemét is szeretnénk bevonni, mert a tulajdonosnak lényegében az ügyféle való kommunikáció dolga, vagy és vagy nem tudja megoldani a problémát az elsődleges ügyintéző, akkor egy másodlagos úgynevezett felelőst lehet hozzárendelni a jegyhez. Az ő dolga lesz elsősorban a problémának a megoldása, és a tulajdonos lesz az, aki a kapcsolattartó szerepet tölti be. És a másik, ez a jegyeknek a megtekintése. Ha valaki nyomon szeretne követni munkatársként egy esetet, mert érdekes, problémás ügynek a megoldása van, akkor van egy úgynevezett e, megfigyelési e, funkció. E, hasonló, mint az RSS, e, bármilyen weboldalon fel lehet iratkozni a jegyre, és onnantól kezdve minden olyan értesítés, amit a tulajdonos megkap, azt ő is meg fog kapni. E, persze tisztában kell lenni arra, hogy e, ugyanolyan megszólítással, tehát emlékezni kell arra, hogy erre a jegyre feliratkoztunk. E, de onnantól kezdve nem fog lemaradni semmilyen fejleményről. Ez egyébként a vezérlő pulton, illetve minden oldalon a fenti értesítő sávban ikonként megjelenik. A napüzenete egy vicces tartalmat hoztam be. Többféle módon lehet ezt a napüzenetet doboz használni. A, lehet egyfajta vidám szövegekkel feldobni a munkatársaknak a napjait, de egyébként amire ezt ténylegesen használjuk, az inkább egy ilyen tudásfrissítés. Különböző hasznos mondatokkal, hasznos ötletekkel látjuk el az ügyintézőket. Ezek naponta frissülnek ebben a dobozban. Különböző adatkezelési tippeket jelenítünk meg az ügyintézőknek, különböző felhívásokat. Tehát fantáziára van bízva, a lényeg az, hogy funkcionálisan azért legyen értelme ezt használni. Egyelőre még csak a vicces részét visszük, de bármi beállítható. Szintén csak egy aktiválásra van szükség, onnantól kezdve a beállított tartalom az automatikusan meg fog jelenni, és az általunk megadott időközönként maga a tartalom az frissül is. Azok, amiket itt felsoroltunk, ugye a leírásban is olvasható volt, hogy nem a kézikönyvben szereplő dolgokat fogjuk most itt végigvenni, hanem azokat, amik nincsenek benne alapesetben. Ugye maga az útéres az rengeteg területen használható, a fantázia szab csak határt, hogy ki mire szeretné ezt használni, mert lehet belső ö, ügykezelésre használni, belső folyamatok levezénésére, klasszikus ügyfélszolgálatra, ö, bármire lényegében. De ahhoz, hogy, hogy a, az ilyen rejtett funkciókat is ö, megismerjük, illetve hogyha nincs időnk ö, több tízezernyi kócsort végig bogarászni, hogy hol rejtettek el a üzenetet a fejlesztők, akkor ezeket az oldalakat ajánlom. Az első az rögtön az óteresnek a hivatalos blog oldala. Itt azért havonta megjelenik egy érdekes cikk, hogy mit, hogyan kell beállítani, mit javasolnak. A nagyon praktikus egyébként a hiba bejelentő oldal is. Ha valaki nem is akar hibát bejelenteni, akkor azért érdemes nézni, mert hogy Ugye, különböző funkciókhoz jelentenek be hibákat, és ha nem tudod arról a funkcióról, hogy létezik, akkor ez egy nagyon jó feltárás ilyen szempontból, mert tudomás szerez róla, hogy van ilyen funkció benne. Közösségi fórumon szintén csak érdemes bogarászni, még hogyha nem is vagyunk, ha valaki nem is aktív fórumozó, annak is javaslom, mert hasonlóan működik az elve, mint a hiba bejelentő oldalnak, hogy olyan Praktikus funkciókról beszélnek, kivitelezésről, amit, amit, amit lehet, hogy maga a cég is szeretne használni. És van még egy, a Google csoportja az otrs -nek. ez a e, csoport szintén aktív, e, naponta jelennek meg itt is bejelentések, e, üzenetek, és a hozzászólások is aktívan történnek. Részemben ennyi volt a előadás, és ahogy látom, már jön is a, a következő előadó hogyha bármilyen kérdésetek van, itt rögtön a teremből, hogyha kimegyünk, balra található mi az asztalunk. Gyertek, érdeklődjetek, kérdezzetek, hogyha valaki elakadt volna valamilyen beállításban, segítünk, válaszolunk, hogy bármilyen kérdésetek van, akkor azt megvitatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!